Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdjük meg a webináriumunkat. Gyorsan egy visszajelzést kérnék, hogy lehet engem hallani, látni. Rendben. Következő kérdésem az lenne, hogy mennyien követitek a Facebookon a Portfolio Trader oldalát? Valaki írta, hogy még nem, hát akkor hajrá, kövessétek. Ugye azon kívül, hogy Balázs fölpakolgatod a szokásos videókat, ugye én is teszek ki ötleteket, esetleg olyan ötleteket is, amit sima felületre kitéve nyilván nem minősül semmilyen kereskedés ötletnek, de önmagában a képek beszédesek lehetnek, és mondjuk kaphattok olyan ízelítőt, amit mondjuk a kollégáknak is át szoktam küldeni itt a brókereknek, akik aztán mondjuk az ügyfelek felé is kommunikálnak. Tegnap ilyen szempontból kettő dolgot tettem ki az oldalra. Ugye az egyik az egy ausztrál dollár os deviza grafikon volt, viszont ez kikerült a trader szobába is, ugye egy short ötletként. Ugye egy olyan tartományba ért itt az árfolyam, hogy többszörös ellenállásnál van, tehát technikailag teljesen adja magát, hogy shorttal érdemes próbálkozni. Ugye ez kikerült sima Facebookra is, kikerült ugye a trader szobába is, ahogy említettem, ugye a trader szobában nagy falba ütközhet, beszállási pontokkal, stoppal, célárral, és alapvetően ebben a tartományban mozog, ahol a belépési ötlet megfogalmazódott. Ugye másik ilyen ötlet volt tegnap a Mikron. Tudom, hogy az ügyfelek szeretnek a Mikronnal kereskedni, vagy legalábbis itt a brokereknél sokat hallom ezt a részvényt. Egyértelmű, hogy egy nagyobb emelkedő trendben van, viszont itt is az elmúlt napokban volt egy nagyobb fals kitörés, abból egy nagy visszamozgás, és ugye erre született az az ötlet, hogy itt a rövidebb távú kép, amit kiraktam a trader szobába, hogy rövidebb távon esetleg egy korrekció jöhet benne, és ezt mondjuk esetleg egy shorttal meg lehet játszani, mert magas hozamkockázat arányjal lehet shortba lépni. Nyilván ehhez vagy portfolio online globál számlakkal és mondjuk CFD termékkel, vagy mondjuk certifikáton keresztül, akkor viszont a brokerek segítségét kell kérni, mert ők tudják a certifikátokat elintézni. De itt is a Mikron is hasonló megfontolásból került ki. Nyilván az elsőleges mozgatórugó az az volt, hogy ugye, amit itt előbb mutattam, hogy egy falcs kitörés volt benne, réssel vissza is zuhantunk, és nagyon sokszor ilyenkor az szokott lenni, hogy esetleg mélyebbre is visszakorrigálunk. Ugye a másik rész, ami pedig ugye a rövidebb távú grafikon mutatja, az pedig az, hogy ezt az emelkedést, amit itt a mélypontról jött, ugye ezt lehetne egy 5 hullám emelkedésnek is számozni, ugye akkor innen a csúcsponttól volt egy 1, 2, 3, 4, 5, ami potenciálisan az A pontot jelölheti ki, abból jöhet egy B hullám, ugye annak a 61,8-as szintje az ilyen 61 fél környékén van, ugye a múltkori csúcs, tehát ez a csúcs, ez olyan 63,2 környékén, tehát itt van egy olyan tartományunk, hogyha ahova mondjuk visszatesztelne az árfolyam, az mondjuk egy lehetséges short belépő lenne, nyilván a stop, mint az ötös pont fölött érdemes elhelyezni, és onnan pedig egy további lefelé mozgás, mondjuk valahova ebbe a zónába, amit a téglalappal jelölt rész amúgy is egy nagyobb támaszszint tud lenni. Tehát ez volt, ami kikerült a trader szobába. Ugye, emellett tegnap itt a kollégáknak küldtem pár dolgot, ugye, hogy írtam egy olyat, hogy a G vételi zónában, illetve a GoPro-ra is csináltam képet. Ugye a G-t, kezdjük a G-vel, hogy miért érdemes azt megnézni. Ugye két héttel ezelőtt, május 24-én tettem ki a trader szobába egy vételi ötletet a G-re. Ugye akkor az volt a mondandó, hogy ugye beesett itt az árfolyam, és itt a szaggatott vonal mentén vártam egy mozgás, hogy még lesz egy alj, és esetleg innen egy újabb felfelé kör következhet.
Ugye a hosszabb távú trend itt alapvetően lefele mutat, tehát mondhatni ez is egy trend ellenes mozgás, de a nagyobb trendben ugye mindig vannak azért nagyobb korrekciók. Itt is potenciálisan lehet ezt egy ötösnek számozni, akkor lefele egy három, és akkor fölfele megint egy ötös jöhet, ami valahogy a 16-17 dollár környékére feljöhet. Ugye ez egy két héttel ezelőtt tettem ki a trader szobába, tegnap rápillantottam, és itt van a behúzott, még korábban behúzott ábrám, hogy valami ilyesmit vártam volna benne. Ugye szépen le is jöttünk, talán még egy picit mélyebbre is. A lényeg az, hogy ugye elérte a beszállási tartományt. Nézzük meg, hogy ez a Fibóval hogyan néz ki. Gyakorlatilag 61.8-as és a 78.6-os szint közé tértünk vissza. És ugye az ötlet az, hogy ha innen van még ennek a áprilisban, vagy március végén, április elején indult mozgásnak még egy lába fölfele, akkor annak valahonnan ebből a tartományból kéne jönnie, és akkor innen kéne látnunk majd egy öt hullámú emelkedést valahol vissza. Nyilván ebben az esetben a stop az a múltkori mélypont alá kerülhetne be, legrosszabb esetben. Lehet akár egy picit közelebb is venni, de alapvetően oda. És nyilván, ha azt nézzük, hogy mondjuk azt, hogy az a pont, ami június 5-én volt a mély pont, hogyha oda mérjük a 100%-os szintet, ugye ez a kiindulási pont, ez a csúcshoz, és minden lehúzva, akkor a 100%-os szint az olyan 16-20-30 környékén van. Tehát valahova ide ebbe a tartományba lehetne várni föl az árfolyamot. Ugye ekkor mondjuk lenne ennyi kockázatunk, cserébe mondjuk egy ekkora hozammal, vagy akár egy magasabb hozammal. Szóval ez is oda került, hogy érdemes esetleg feltenni figyelőlistára. Tudjuk-e azt, hogy így fog-e mozogni az árfolyam? Hát nem, de alapvetően a valószínűséget keressük, illetve a hozam kockázat szempontjából azokat a pozíciókat, amiben lehet fantázia, illetve a trendünk szempontjából, akár rövid vagy akár hosszabb távú trend szempontjából, ami releváns lehet. Mivel összességében ugye trendellenes a pozíció, nyilván a stop kezelésre még fokozottabban oda kell figyelni. Ugye, harmadik, amit így e-mailben küldtem, az csak érdekesség, de lehet vele kalkulálni, föl lehet venni figyelőlistára. Ugye a GoPro-nak a grafikonja, ez a 4 órás bontású grafikonja, hogy potenciálisan egy fordított fejvál is kialakulhat benne. Meg kell keresnem a grafikont. Igen, itt van. Ugye azt írtam, hogy potenciálisan egy fejvál alakzat jöhet benne. És az e-mailben azt írtam, hogy amiben már akár ma is, tehát ez mondjuk szerdára vonatkoztatva létrejött a kitörés. A kitörés az nem jött létre, viszont szépen tartja magát az árfolyam, tehát közelítünk ez a ponthoz. Márpedig, hogyha fölé kimegyünk, akkor a fordított fejvál alakzat validálódik, és onnantól kezdve nyilván a célár, hogy az valahol itt 7-7,5 dollár környékén lenne, ami amúgy pedig körülbelül egybeesik a legutolsó nagy esésnek a 38.2-es szintjével, plusz amúgy az ott egy olyan szint, ott van egy rés is, ami egy fontos szint, visszateszem naposan, mert jobban látszik, hogy ez a tartomány az amúgy egy ellenállási szint is. Tehát valahol ide lehetne várni az árfolyamot ebben az esetben. Nagyon sokszor amúgy tud olyasmit csinálni az árfolyam ilyen fejvállalakzatoknál, hogy esetleg létrejön egy kitörés. Ugye mi lenne a tankönyvi? Az, hogyha ide visszatesztelünk, és innen megyünk tovább fölfele. Na mostanság azért nagyon sokszor látom azt, hogy létrejön a kitörés,
jön esetleg egy mélyebb visszateszt, és mondjuk ebből jövünk ide föl. Simán elképzelhető ez. Ha létrejönne a kitörés, akkor azt figyelni, hogyha lenne egy visszateszt, akkor az valahol az 50-es, 61-8-as szint környékén akadhatna el újra. A lényeg önmagában most nem változtat. Szerintem a GoPro-t érdemes figyelőlistán tartani, és mondjuk egy rövidebb távú vételi ötletként mondjuk megjátszani, mert viszonylag gyorsan lehet vele egy 10-20%-os árfolyamemelkedést elkapni, hogyha megfelelő stratégia mentén követjük le ezeket. Ezek voltak ilyen gyors egymás utánban így az ötletek. Nézzünk meg pár olyan dolgot, amik az elmúlt hetekben ugye trader szobába kikerültek, és remélhetőleg esetleg van belőle, vagy figyelitek. Ugye az egyik a Cameco, ugye a CCJ. Az elmúlt pár napban egy nagyon intenzív emelkedésbe kezdtünk, ami teljes mértékben ugye illik a trendszerű mozgásunkba. 2016 végén volt egy nagy emelkedés, onnan egy hosszú visszarendeződés, és aztán ugye itt ebből a lilával jött csatornából is felfelé törtünk ki, meg volt a visszateszt, illetve a csökkenő trendből is felfelé törtünk, és meg volt a visszateszt. Szépen emelkedünk, a visszateszt megint a emelkedő csatornánk felső szárához hozott vissza minket, plusz itt a vízszintes vonalra, és abból egy kilövés. Azt gondolom, hogy nem fogok meglepetést okozni, hogyha azt mondom, hogy alapvetően jóval magasabbra várom az árfolyamot. Nyilván a minimum az a 13 dollár, 13 dollár fél. De hogyha itt is mondjuk az egyenlő mozgásokból indulunk ki, akkor az 13,60 és 15 dollár, ahova úgymond a minimum várakozás szól. Nyilván, hogyha ez egy nagyobb emelkedő trend lesz, akkor ez minden további nélkül 17-20 dollárig is elmehet majd itt a következő hónapokban. Tehát a Cameco az nagyon erősen halad fölfele, és vélhetően így is fogja folytatni a kereskedést. Gyorsan megnézem, hogy ez mikor lett kitéve. Ez másfél hónappal ezelőtt lett kitéve, április 18-án még itt a kitörésnél. Még ilyen 10,5 dollár környékén, úgyhogy most meg már 12 dollár fölött jár, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelemmel követni. Nézzünk meg pár vagy többi részvényt is. Ugye olajpapírok. Az olaj megingása hozott bennük egy korrekciót, de alapvetően szépen trendszerűen haladnak előre. Ugye Transocean, ugyanez a Diamond is. A változás alapvetően nincs bennük. CLF, ugye Cleveland Cliff, ugye a trendvonalból megvolt a kitörés, pici visszamozgás, alapvetően úgy tűnik, hogy mintha itt ebben a tartományban egy erőgyűjtés lenne, és mondjuk ebből aztán újra fölfelé haladhatnánk. Korábban tettem ki a Coca-Cola-ra egy vételi ötletet, egy DAX-os analógiából kiindul, vagy a DAX-nál volt hasonló korrekció lefelé, és abból aztán jött egy nagyobb emelkedés ide. Ugye a Coca-Cola is egyelőre indult ezen az úton, úgyhogy itt is, aki a trader szoba ötlet alapján pozícióba lépett, az már nyereségben van, akár stoppot is tud már módosítani, és a többi, és a többi. Starbucks, ugye itt egy hosszú távú háromszög az, ami játszhat. Egyelőre nyögvenyelős a mozgása, még úgymond nem indult el. Tegnap volt itt azért egy jelentősebb emelkedés, majdnem 3%-ot tudott emelkedni.
Egyelőre úgy tűnik, hogy még mindig erőgyűjtés fázisában van, de alapvetően a hosszú távú várakozás itt a Starbucksban az, hogy ez jóval magasabbra mehet majd itt a következő hetekben, hónapokban. Mi van még itt a palettáról? Ugye a Valeant újra mondtam itt 20-21 dollárnál, hogy izgalmas lehet, hiszen kitörtünk ebből a csatornából fölfele réssel, azóta folyamatosan megy fölfele, az elmúlt két napban több mint 10%-os emelkedés, új csúcsra mentünk, gyönyörűen emelkedik, és úgy tűnik, hogy idén teljesítheti azon célárakat, amiket tavaly megfogalmaztam, ugye, ami bőven-bőven amúgy 30 dollár fölé mutatna. Tehát ebbe a 32-35-40 dolláros tartományba, úgyhogy a Valeant az szerintem a lehetséges korrekciókban vételt mutat. Facebook. Itt is bent van egy rajz, amit a kollégáknak készítettem, hogy mi az, amit várnak itt a Facebook esetében. Potenciálisan itt is egy ötödik hullámban haladunk. Új csúcs nem volt még benne, pár cent ilyen egyelőre megfordultunk. De nálam a várakozás az az, hogy ha lesz is egy új csúcs, onnan várnék egy pici visszarendeződést. Legalább ide 180-184 dollár környékére, esetleg ide 175 dollár környékére is. Úgyhogy ez, amit néznék. Az EMU-ról beszéltünk, itt Tesla. Ugye, ma láttam, hogy ki volt éve a portfóliós cikként, de magában ez nem újdonság, hogy óriási a short állománya a Teslában. Viszont ez azért fontos tudni, mert hogy ekkora a short állomány, abból hatalmas nagy emelkedés tud jönni. És egy-két évvel ezelőtt is, konkrétan 2016 végén ugyanez volt a helyzet, hogy a kibocsátott részvényeknek talán 30%-ára volt short állomány bekötve, na abból hatalmas emelkedés következett aztán a későbbiekben. Alapvetően most is úgy gondolom, hogy, és erről is beszéltünk korábban, hogy potenciálisan itt befejeződhetett a korrekció, hogy ez lehet itt mondjuk az első lába az emelkedésnek, itt volt egy hosszabban elhúzódó korrekció, és most elindulhatott egy újabb, nagyobb emelkedő hullám. Ha minimális visszakorrekció is lesz benne, alapvetően jelenlegi helyzetben azt gondolnám, hogy ez vétel, mert a minimum várakozásom az az, hogy az árfolyam visszatérhet ebbe a 3,50-3,60 dolláros tartományba, extrémebb vagy jobb esetben akár egy új emelkedő mozgás kiindulása lehet. Jelen pillanatban a legrosszabb esetben a stoppot valamit helyezném olyan 2,72-80 környékére. Ha kicsit agresszívabb vagyok, akkor azt mondanám, hogy ilyen 2,90, esetleg ilyen 300 dollárhoz lehetne a stoppot elhelyezni. Alibaba. Itt is lehetne ezt most jelen pillanatban egy öt hullámnak számozni, tehát új csúcsra mentünk. Talán a divergenciát azt nullázta a dolog, tehát lehet még itt további emelkedés, viszont a mostani szinteknél az Alibabát már nem venném meg, hiába, hogy amúgy ugye technikailag az van, hogy kitörés és kitörést megtartottuk. Inkább az Alibabában várnék egy korrekciót esetleg valahova vissza ide, és aztán mondjuk majd itt lehetne gondolkodni rajta, hogy mi a helyzet. CHK szépen tartja magát. Ez amúgy simán lehet az is, hogy ez egy kettő volt, három, és esetleg most egy negyedik hullámú zászlózás van esetleg benne, de alapvetően azt gondolom, hogy mehetünk benne tovább fölfele.
Amit viszont nagyon megcsaptak, ugye az a napenergia szektor, nem tudom, hogy volt-e benne valami olyan hír. Ugye a kitörés után volt már egyszer egy visszateszt, és utána most itt 2 hete folyamatosan adják vissza az árfolyamot, tehát ez nem feltétlenül pozitív. Akár azt is el tudom képzelni, hogy stoppolódott a korábban megfogalmazott ötlet. Nagyon gyenge. SunPower. Egyáltalán nem tudta követni a nagy testvér, de a nagy testvér is, ugye a First Solar az is hatalmas nagy zúgásban van. Mondjuk itt annyi, hogy be tudjuk legalább azt azonosítani, hogy volt egy nagyobb trendvonal törés is, és abból van most egy jelentősebb korrekció. Hogyha ez egy új emelkedésnek az első lába volt, ez itt fölfele. Akkor az 50%-os színnél vagyunk, esetleg még ez a 47 dolláros szint is meg lehet, és mondjuk esetleg innen tudna fordulni az árfolyam, és akkor ez lehetne itt egy A, B, 1, 2, 3, 4, 5, és legebből felfele. Igen, közben kérdezitek még visszatérve kb. A legelejére a GoPro. Korábban azt mondtam, hogy ha a fejvál kitörés visszaesik a nyakon alá. Igen, a stoppolódások miatt erős ellenirányú mozgást okoz. Igen, viszont ugye az alakzatokkal annyi problémám van, hogy az elmúlt években ezek az alakzatok, tehát mi a kiindulás alap? Ugye egyik alakzat sem 100%-os tökéletességű, és mivel akár sokan esetleg megpróbálják ezt kereskedni, az elmúlt években azt látom, hogy sok esetben, hogy lehet ezt jól megfogalmazni? Szinte, mint a direkt rájátszanának arra, hogy beugratósak legyenek ezek az alakzatok. Valamikor tökéletesen tankönyvszerűen mozog, de még a fejvállaknál én alapvetően azt szoktam látni, hogy körülbelül 50%-os a találati arány, tehát kb. Pénzfeldobásról is el lehetne dönteni, hogy most megjátszom vagy sem. De hogy ha már fejvárról beszélünk, hogy mondjuk kialakul valami ilyesmi, akár azt is láthatjuk, hogy megint a letörés, itt mindenki beugrik, aztán visszahúzzák ide, és aztán ebből jön mondjuk egy letörés. Ebben a mozgásban már valószínűleg nagyon kevesen akarnák megjátszani, mert ugye már lehet, hogy egyszer megégették magukat, de nagyon sokszor ilyen duplázódás van. Ugyanez lehet mondjuk kvázi ilyen dupla ajaknál is. Mindjárt mutatok egy ilyen dupla aljat, euró-ausztrál, az egyik jó, nagyon jól trédelhető számon az elmúlt 1-2 hónapban a devizapár, hogy dupla aljból megvan egy kitörés, aztán lehet, hogy mélyebbre visszajövünk, és aztán ebből megyünk el magasabbra. Tehát azért is mondtam el a GoPro esetében ezt a fejválnál, hogy esetleg mélyebbre visszajövünk. Euró-dollár naposan is ez történt, most meg a nyakvonal aláesésnél újbóli nyakvonali törést vársz. Oké. Okay. Jó, pont kérdeztétek a napenergia céget, akkor ezt mutattam. Walt Disney, hogy nagyon oldalaz. Igen, amúgy semmi meglepő nincsen benne a nagy oldalazásban. Ugye a Walt Disney-nél annyit azért mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy ez a nagy háromszög, ez 3 év alatt alakult ki. Tehát mivel nem egy-két hónapos háromszögről van szó, hanem 3 évi háromszögről, alapvetően nem kell benne nagyon gyors és erőteljes mozgást várni. Ez egy szépen hosszan, azért is került hogy a befektetési ötletek közé, mert alapvetően ez egy nagyon hosszú távú vételi ötletet jelent. Ettől függetlenül maguk a kondíciók, a feltételek nem változtak, tehát továbbra is a háromszög feltételezésünk fennáll. Ugye, picit mondjuk, nézzük a különféle stop lehetőséget. Ami mondjuk az agresszívabb, az mondjuk ilyen 97 dollár. Alapvetően oda nem tenni. Tehát nálam a minimum az valahol itt olyan 95 fél környékén lenne.
A nagyon-nagyon konzervatívra meg azt mondom, hogy ilyen 90 dollárnál. Cserében ugye a várakozás az 120-125 dollár fölött lenne. Tehát alapvetően hozamkockázat oldaláról, egy befektetés ötletnél, szerintem ezek teljesen jó pontok, igazodási pontok, hogy a stop kezelésről van szó. Itt éppen mondjuk tegnap volt egy nagyobb emelkedés, nem tudom, hogy 1-2%-os emelkedés, meglátjuk, hogy lesz ennek folytatása, de alapvetően a hosszú távú kép az nem változott, csak itt sok-sok türelem kell hozzá. De nézzétek meg, hogyha már előbb itt a fejvállalókról beszéltem, hogy itt volt a Fitbit, mint lehetséges fejvállas, bár ugye többfajta módon is be lehetne húzni itt a dolgot. Mondjuk azt, hogy itt van egy vál, egy fej, egy vál. Ugye volt egy kitörés, beugrató és aztán vissza, és abból indultunk el jóval magasabbra. Nyilván erre lehet azt is mondani, de hát, hogy ezt akár be lehetne húzni így is. Valóban be lehet akár húzni így is. Így viszont még nem volt benne beugratás. Meg volt a kitörés, három nagy emelkedő gyertyával, és szép emelkedésben vagyunk. És kapásban most hol akadtunk el? Egy korábbi rés az, ami most éppen fogja. Annak a résnek a felét töltöttük be. Részvényekkel kezdtem, akkor nézzünk meg még esetleg itt egy-két német részvényt, amit szoktatok kérdezni. Daimlerről alapvetően sok újat nem lehet elmondani, letörés után alig-alig van talpra állás. Addig, míg mondjuk a DAX index alapvetően úgy mondjuk azt, hogy vitézkedik, vagy legalábbis próbál emelkedni, Daimlerben alig látni ilyesmit. Commerzbank. Commerzbankban, ami számomra érdekes, hogy ez alapvetően sokkal jobban tartotta magát itt az elmúlt időszakban. Inkább átváltok hetesre. Tehát itt a nagy emelkedés után azért tudta magát tartani, és most van egy korrekció benne. Alapvetően a 2016-2018-as emelkedésnek a 61-8-as korrekciós szintjét 10-20 cent hiány elérte, hogy a 61-8-as szint olyan 8-50 környékén van, a minimum az eddig 8-69 volt, de ez a mozgás itt lefele akár simán egy normál korrekciónak is betudható itt ezen a síkon. Tehát ha esetleg még lesz benne egy visszafelé mozgás, akkor az egy lehetséges vételötlet is lehet. Közben nézem, hogy itt volt mondjuk egyre szépen működött egy normál fejvállalakzat, abból meg volt a letörés, tehát egyelőre nyilván az erős ellenállási szint az 10 eurónál van. Egyelőre nem gondolom, hogy a 10 eurón át tudnánk menni. Tehát ez itt egy fontos szint. Igazán pozitívá számomra akkor válna a kép, hogyha az árfolyam 11 euró fölé tudna menni, mert akkor szerintem megnyílik a tél az, hogy majd 14 euró fölé is tudjunk menni. A Deutsche Bank az teljesen más jószág. Egyelőre úgy tűnik, hogy azért a vételi ötlet megfogalmazása óta ugye még folyamatosan borulnak ki a csontvázak a szekrényből, és nem biztos, hogy még vége ennek a dolognak. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy a hosszú távú vételi ötlet az még korai volt.
lehet, hogy most ott tartunk, hogy majd érdemes esetleg megvárni a második negyedéves gyors jelentés, hogy abban még milyen számokat pakolnak bele, ami esetleg ilyen negatív meglepetés lehet a piac számára. Jelen pillanatban a mozgás inkább tűnik annak, hogy itt lefele egy-kettő, most egy-három, esetleg valamennyi fölfele vissza négy, és mondjuk ebből még mondjuk egy újabb mélypont. Ugye idáig ez korrektívnak tűnt, még ez is alapvetően beleférhetett az elképzelésünkbe, bár ugye szoktam azt mondani, hogyha ebből a korrekciós csatornával ugye lefelé van a letörés, és max egy visszateszt, az még egy negatív jelzés. Ugye ezért is beszéltem arról, hogy 12 euró az egy lehetséges ellenállás, de azóta ugye még a hírek által generált mozgást jóval lejjebb tolta, és most már azért mindenképpen úgy néz ki, hogy ez egy egészen impulzív mozgás, tehát nagy valószínűséggel fogunk 8-assal kezdődő árfolyamat is látni benne. Úgyhogy alapvetően az lenne szerintem, az lehet a stratégia, hogy aki mondjuk vásárolt itt ebből, ugye akkor is elmondtam, ez egy hosszú távú, erősen spekulatív, sok pénzt nem érdemes rátenni, majd akkor érdemes vásárolni, hogyha tényleg is elindul a mozgás. Azt gondolom, hogy szerintem a mostani veszteségnek egy részét esetleg érdemes lezárni. Ha valaki mindenképpen ragaszkodik a pozícióhoz, akkor megtartani belőle valamennyit, és megvárni mondjuk a következő gyors jelentést, azaz utáni árfolyam mozgásokat, és esetleg ott elgondolkodni azon, hogy merre tovább vagy érdemes esetleg hozzá vásárolni. Tehát most ilyen szempontból szerintem, ha már részvény van, akkor inkább a kockázat csökkentésre érdemes figyelni. Unicredit. Az, amiről itt az elmúlt egy hétben beszéltem, hogy ez is kiesett a csatornából, pont ugye odáig teszteltünk vissza, és már borították is vissza. Ez is alapvetően egy negatívnak tűnik, és további lefelé mozgás jöhet benne. A Rafi. Ott, ahol kellett, ott lefordult. Egyelőre új mélypontra nem ment, és konszolidáció van. Nálam addig alapvetően a Rafi nem tud érdekes lenni, amíg nincs 30-31 euró fölötti árfolyam. Tehát addig ez minden további nélkül akár csinálhat egy újabb mélypontot is. Oké, kérdezzétek Covestro, Banco Santander. Úgyhogy a lefelé mozgásban volt egy trendvonaltörés, egy két éves emelkedő trendvonalnak a törése. Visszakorrigáltunk a legutolsó nagy emelkedésnek 61-8-as szintjeit, vagy egy lehetséges támaszzónába. Egyelőre innen próbál felállni az árfolyam, de alapvetően ezt még egy ilyen gyengébb próbálkozásnak tartanám, pláne, hogy még a letört trendvonalnak a visszatesztje van még most is.
Szóval nekem itt ez még alapvetően egy gyengeségről árulkodik. A napos eresünk az 55-nél jár, ugye extrémből jön felfele. Egyelőre ez még mindig csak egy csökkenő trendben lévő korrekcióról árulkodik. Banco Santander. Alapvetően az a bajom hogy ezek a részvények, hogy a csatornából kiestek, óriási forgalom mellett, és bármennyire is kecsegtető esetleg, hogy ezek most mennyire olcsóbbak megvenni, ugyanez volt ugye a Richternél. Ugyanez volt, és a Richternek kb. Annyira futott, hogy feljött idáig, és ebből aztán fordult lefele. Tehát, mivel ezt látni itt, és ugye nagy rés is van, még ezt betöltöttük most már, ugye divergencia nem volt benne, az eresi is, napos eresi 41-nél van, tehát a nagy esés után ez egy korrekció. Tehát itt a Banco Santander esetében is körülbelül ezt várnám, hogyha emelkedünk is, legrosszabb esetben itt ilyen 5-10-5-20 környékén elakadás, vagy legjobb esetben is, és onnan alapvetően egy újabb lefordulást várnék. Tehát egyelőre nem raknék azért nagy pénzt itt az olasz meg a spanyol bankrendszerre. Legalábbis itt a grafikon alapján nem. Na akkor térjünk át oda, amivel általában kezdeni szoktam, ugye devizák, indexek, csak gondoltam inkább, hogy ezt vezetem most föl. Na, ugye amerikai tőzsde, az S&P is kezd magára találni, ugye szépen halad fölfele, ebben alapvetően semmi meglepő nincsen. Ugye legutóbb is alapvetően azt beszéltem, hogy a minimum várakozás fölfele az a 2760, 2780-as tartomány. Itt a zöldet beszéltük múltkor, hogy ez egy potenciális háromszögnek a felső szára, mostan egy picivel fölötte vagyunk. Ugye ez itt 2800 volt itt a múltkori csúcs március közepén. Ugye a verziók, amelyek élhetnek, ugye a legesleg optimistább verzió az az, hogy itt befejeződött egy nagyobb háromszög, egy negyedik hullám, és azóta itt egy eszméletlen nagyságú emelkedésben vagyunk, és a nyáron új csúcsra megyünk. Optimista, de már nem ennyire optimista verzió, hogy esetleg ez volt itt az esésnek mondjuk az első lába, és egy hosszabban elnyúló korrekció van, akkor mondjuk esetleg kimegyünk itt ezen pont fölé, tehát kijövünk 2800 fölé, és mondjuk innen jön egy behullás, és akkor ez lehet itt egy B, és akkor majd itt egy C, simán belefér a képbe. Harmadik, hogy A, B, C, most vagyunk egy D-ben, és nem megyünk 2800 pont fölé, és akkor innen egy E, és aztán ebből majd nyár végén, ősz elején majd fölfele mondjuk. Hú, és mi van még? És amúgy beszéljünk egy olyan verzióról is, ami meg mondjuk azt mutatná, hogy egy emelkedő égben mozgunk, egy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, és most egy 5-ös. Amiben jelenleg ugye egy ilyen begyorsuláson is fölötte vagyunk. Ugye ez lenne itt a felfelé menő ékünk, és aztán majd itt valahol ez itt 2770, nem tudom, akár 2800 környékén ez így tetőzik, és innen jön mondjuk egy nagyobb háromhullámú korrekció.
korrekció, visszatérés, mondjuk ilyen 2700 pont, esetleg az alá való visszatérés, és mondjuk aztán innen újra fölfele. Mi következik mindebből? Szerintem, akár trading jellege is, vagy bármilyen jelleggel, alapvetően nekem ez a 2770-2800-as tartomány trading jellege, ez egy short pozíció nyitására lesz alkalmas, és alapvetően egy korrekciót fog benne megjátszani. Itt az elmúlt napokban többször is volt, hogy az emelkedést játszottam, alapvetően itt ezekről a szintekről longot nyitva, de lezártam ezeket itt 2007 53-56-nál, tehát kiszálltam ezekből, hogy már tegnap ebben a gyorsul emelkedésben már nem voltam benne, mert nem akartam tovább reszkírozni. Ugye másik, a Nasdaqban is megvan az új csúcs. Ha zárás nézzük, akkor már csütörtök, szerda, kedd, hát akkor már alapvetően a hétfő zárás az új csúcs volt. Mindenkori új csúcs az tegnap jött létre, ma fölötte vagyunk picivel, de itt is alapvetően 4 órás eresi alapján, az órás alapján is biztosan most már azért elég egész jelentős divergenciák vannak, úgyhogy a Nasdaqban is minimum várnak itt egy megállót és mondjuk egy visszatérést valahova ide, és ha nagyon akar, akkor innen aztán mehet újra fölfelé. DAX. DAX-ban is trédeltem alapvetően mind a két irányt, de olyan nagyon egyértelmű mozgások nincsenek benne. Tehát el lehet csipegetni 40-50-60-70 pontokat, de olyan nagy trendszerű mozgások jelen pillanatban nincsenek benne. Ami most is itt vizuálisan látható, itt ez a szagatott vonalam, ugye ez az évelején nyitószint. Megint ugye milyen fontossággal bírom úgy az elmúlt egy hónapban, rendre egyfajta vízválasztó szint, ez a 12.900-910-es szint. És rendre elakadás van ott. Ugye, tegnap este is volt benne egy szép korrekció, amiben én amúgy egy picivel lejjebb vártam, tehát valahol 12.690-12.700 elé, vagy alá, 7.20-nál fordult, és mint hogyha így kötélen húzták volna föl, úgy jött fölfele az árfolyam. Ma reggel is volt egy pozitív nyitás, de most nyitás után megadják vissza. Alapvetően az én várakozásom rövid távon az, hogy a DAX legalább valahogy ide visszatérhetne, és nagyon akar emelkedni, akkor esetleg innen tovább. Azt sem zárnám ki, hogy esetleg ebből lefele. De nem tudok most még jelen pillanatban határozott irányt mellett láncsát törni, inkább a tradinget választom most benne. A hét elején mondtam itt a spanyol indexet, mert ez is össze-vissza rángatózik, ahhoz képest, hogy mennyire egyepálták itt az elmúlt két hétben, megint annyira erős a talpraállás benne. Hol van most jelenleg az árfolyam? Ugye egy fontos szinthez értünk megint. Itt a spanyol indexnél ez a 9900-10.000 pontos szint, ami egy jelentősebb vízválasztó szint. Itt van amúgy egy csökkenő trendvonal is. Ahogy látom, azért már itt is óráson van némi nemű divergencia. Úgyhogy trading jellege nekem a spanyol indexben, hogy ebben a tartományban inkább a short lehetőséget választanám legalább ide-vissza. Ugye másik index, ami így szintén nehezen tudja eldönteni, hogy mit akar, a brit tőzsdeindex. Itt megvolt múltkor a történelmi csúcs, abból egy jelentős visszarendeződés, viszont a 38.2-es szintet még nem csináltuk meg. És nekem úgy tűnik, hogy ezen esés után ez inkább jelen pillanatban inkább egy korrekció az, ami számomra egyelőre inkább kitűnik. Tehát ebből alapvetően egy lefelé mozgást valószínűsítették, és azt gondolom, hogy itt a következő egy-két hétben leszünk még itt a
7000, nem tudom, 560-70-es szint alatt, és esetleg megközelítjük ezt a 7500-as szintet is. De itt is, ahogy látom, amennyire jól indult a reggel, annyira markánsan borul vissza az árfolyam. Euró-dollár, remélem többen is játszottátok az euró-dollár longot, teljesítette a minimum várakozást ma reggel, itt a 18-30-as szintnél, ugye fontos ellenállási szint, a legutolsó esésnek a 61-8-as szintje is itt van valami 18-20 környékén, úgyhogy egyelőre ilyen szempontból minden klappol benne. Alapvetően jól működtek a korrekciós szintek is, rendre hármas mozgások voltak, és szép emelkedés volt. Nem zárnám ki annak a lehetőségét, mivel egy fontos ellenállási szintnél vagyunk, hogy innen elindulhat egy kis lemorzsolódás az árfolyamba. Ugyanakkor a várakozásom szerint, akár mondjuk a jövő héten, ez az 1.19-1.20-as tartományt is tesztelhetjük a múltkori májusi csúcsot. Ugye itt az évelei nyitó szint az ilyen 1.20-10-nél van, tehát valahova ide még azért legalább várnám az euró-dollárt most így, ami ettől a mélyponttól indult. Ugye, ami kicsit bezavarhat majd a képbe, vagy akár segítheti is, fene tudja, ugye jövő héten LKB-ülés is lesz, meg talán lehet, hogy lesz fedülés is, tehát alapvetően a jövőjét az jelentősen fogja tudni befolyásolni itt az euró-dollár árfolyam mozgását. Font is szépen emelkedik, itt is voltak longjaim, de alapvetően kiszállogattam tegnap, mivel fontosan alakította ki ezeket a hosszú felső kanúcú gyertyákat. Mint az elmúlt időszakban talán 3-4 pozícióval játszottam, abból maradt még itt 2, volt egy korábbi nyitás innen, aztán volt egy rávásárlás itt ebben a visszateszben, ugye a zöld jelölt csatorna felső szárához, és tegnap azokból aztán itt kiszállogattam. Ugye ez is ma még picivel följebb ment. Éjszakára amúgy bent volt egy buy limit megbízásom volt, egy 33-80 környékén, ha esetleg majd leszúrna ide, és innen tovább menni, ugye ez nem teljesült, hogy azóta azt már ki is vettem. Ausztrál dollár ugye egyelőre szépen tartja itt ez az ellenállási zóna, ráadásul itt 4 óráson most már, itt is azért divergencia mutatkozik. A dollár kanadai az, itt a nafta, jönnek-mennek a hírek itt a nafta kapcsán, gyakorlatilag napi szinten óriási söprés van mind a két irányba. Egyik nap 150-200 pip emelkedés, másik nap meg ugyanannyi esés, két nap alatt bejárt itt az árfolyam egy 200-230 pipes sávot. Úgy, hogy aztán végére gyakorlatilag a sáv közepénél tart az árfolyam. Úgyhogy ez itt óriási kilengés, nincs benne irány, és egyre nem is akarnék fogadni rá, hogy ez merre fog innen menni. Ami viszont biztos, mondjuk hol kéne ezt megmutatni, lehet, hogy inkább itt. Egy dolog biztos, hogy ha 2016 évelei csúcstól behúztak egy csökkenő trendvonalat, akkor jelenleg ide ütközik bele az árfolyam. Ezért is ilyen elég kemény ellenállás, ez az 1.30 fél, 1.31 környéki szint. Dollár japán jen. Itt a 200 napos mozgó átlagnál vagyunk, bár ezen a grafikonon talán lehet, hogy nehezebben lehet látni, de itt van. Ugye ez itt a 61.8-as szintje ennek az esésnek, plusz, mint lehetőség, van akár egy fejvállalakzat kialakulására is.
Van itt egy emelkedő trend, valami alá törtünk, visszateszteltük és alatta vagyunk. Egészen erős arcát mutatja itt a dollár Japánján is, mivel alapvetően a különféle dollárpárok is felfelé tartanak, azért a jenpárok is nagyot mentek itt az elmúlt egy hétben. Mivel egyelőre ez még mindig egy akár egy korrektív mozgásnak tűnik, simán elképzelő, hogy lesz még esetleg benne új csúcs. Nálam trading jelleggel, ezt már hétfőn is mondottam, nálam trading jelleggel a dollár jen az alapvetően shorton van, és ebből a felfelé mozgásba azt várnám, hogy visszatérünk majd valahol ide, remélhetőleg valahova ide is a múltkori mélypont környékére. Amiben most benne vagyok és trédelem, az a eurófont. Az elmúlt hetekben többször is próbálkoztam vele, de nem mindig jártam siker ebben a nagy cikkcakkozásban. Amit most játszok benne, az, hogy long irányba vagyok benne. A stoppot már bőven-bőven nullába húztam. Ugye, ami még benne lehet, és ami miatt itt a longot nyitottam, hogy lehetne itt egy A, és akkor egy A, B, C, D, E, és akkor ez itt egy B, és akkor ebből el kéne indulni fölfele ki valamire új csúcsra. De mivel azért nagyon sokszor járatt itt a bolondját velem itt az elmúlt hetekben az árfolyam, ezért a stoppot fejebb húztam. Ugye most már van rajta befixálva, nem tudom, egy olyan 18 pipnyi nyereség. Az is lehet, hogy visszahúzom egy picit lejjebb a stoppot, hogy nem 18, hanem csak 10 pip nyereség lesz bebiztosítva rajta. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mi fog kisülni. Mert lehet akár egy olyan is, ez egy 1, 2, 3, 4, 5 volt. És akkor ez most nem tudom, valamilyen korrekció, és ebből aztán le ide. Nehezen olvasható. Éppen ezért inkább az óvatosabb álláspontot választottam. Ugye itt a lehetséges háromszög miatt léptem be, ugye a kezdeti stop az itt volt, ugye akkor itt ebben az esetben vállalok ennyi kockázatot, viszont a lehetséges hozamom az ennyi. És úgy ítéltem meg, hogy ezt érdemes megjátszani, azóta pedig picit agresszívabban húzom a stoppot. És még simán bennem a pakliban, hogy lejövünk, és innen fölfele, akkor viszont lehet, hogy békén fogom hagyni egy pár hétig ezt a devizapárt. Na most amúgy rövid távon úgy tűnik, hogy ez itt megállós lesz. Úgyhogy még az is elképzelhető, hogy inkább fogom és lezárom a pozíciót itt egy olyan 40-valahány pip. Nyereségben. Azt majd még kigondolom. Na, milyen kérdések vannak még? Dollár, forint, arany. Értetek, hogy az euró-dollár ötlet sajnos kiverte a stopot, 1.15.4 alá ment. Valóban, de itt a webinárium aztán többször elmondtam, hogy nálam ez vétel. És én magam is ezeket az irányokat játszottam. Igen, nyilván, amikor azt a vételötletet megfogalmaztam, be kellett tenni egy olyan stoppot, ami megfelelő szinten van. Jól látható, hogy a fontos szint alá mentek egy picivel, itt ebben az esetben egy 20-30 pippel, és utána volt a forduló. Nyilván ebben benne van az is, hogy első körben amúgy azt vártam volna, hogy ebből a tartományból jöjjön egy kicsi felfelé mozgás, és max majd utána le. Előbb volt meg a nagy kitározás, nyilván ebbe szerepet játszott aztán itt a olasz történés is, viszont azóta van ebből a nagyobb talpraállás. Nem lehet ezeket mindig előre kiszámítani, de azért vannak itt a webináriumok is, hogy a trader szobás ötleteket akár nyomon kövessük, finom hangoljuk, illetve ha új ötlet van, akkor innen lehet
elsődlegesen tájékozódni, mert nyilván a trader szobában jóval kevesebb ötlet kerül ki. Mit kérdeztek? Arany. Arany. Hát túl sok izgalmasat nem lehet erről elmondani. Teljesen egy ilyen szinte nulla volatilitású állapotba került itt az arany árfolyama. Egy fontos emelkedő trendvonal fölött zajlik mindez, de egyelőre momentum nincsen benne egyik irányban sem. Hosszabb távon alapvetően inkább felfelé várnám, de amennyire itt a 200 napos mozgó átlag alatt egy fontos színnél úgymond tehetetlen, ebbe akár benne van még egy gyors leszúrás, és esetleg majd egy innen való fordulás is. A hosszú távú vételi ötlet a trader szobából él, az alapvetően azon nem is kell nagyon módosítani. Úgyhogy inkább a hosszú távú részre koncentrálnék itt a tradinget, most ebben az esetben most így még nem erőltetném. Mi volt még dollár, forint? Ha már ide tévedtem a magyar részvényekhez, egyelőre az a verzió működik, amit korábban elmondtam a Richternél, hogy az euró-dollárnál tapasztaltam, és lehetséges stratégia, hogy amikor egy ilyen formáció alakul ki, és az árfolyam visszatér erre a trendvonalra, azokból szokott jönni egy nagyobb elpattanás. Ettől függően a Richternél azt mondtam, hogy nem feltétlenül ebben bízom, vagy ezt látom lehetőségként, hát ilyen szempontból rám cáfolt, vagy én magamra cáfoltam rá, hogy végül is egyelőre az a mozgás működik, ami az euró-dollárnál szokott hasonló formációkból. Úgyhogy itt van egy nagyobb emelkedés. Egyelőre nagyon nem akarja ezt a, nagyon nem akarja a Richter ezt a lenti szintet. Úgy tűnik, hogy mindenki esetleg arra koncentrál, hogy majd itt akarna venni. És egyelőre a Richter meg nem kívánja azt a szintet, valahogy irtózik tőle. MOL. Ugye itt a jó hangulat hatására visszatértünk a letörési szint fölé. Ugye ezt a mozgást semmiképpen sem tudom fals letörésnek minősíteni, mert ez egy normál letörés volt, és most egy normál visszatérés van. Jelen pillanatban nálam a következő ellenállás ez a 2900-2951 szint környéke, ugye csökkenő trendvonal ellenállási szint, tehát a következő szint az való itt lehetne. Hosszabb, és ugye a 200 napos mozgó átlag alatt is vagyunk, és a 200 napos mozgó az most enyhén lefelé konyul. A MOL amúgy csökkenő trendben van, hogyha itt a csökkenő csúcsokat, csökkenő mélypontokat nézzük, úgyhogy jelen pillanatban a MOL az max ideig látszódik. Ha eljutunk ideig, és majd mondjuk ide, innen lesz a kérdés, hogy ez le, vagy föl. Addig alapvetően túl sok tennivaló nincs. Aki itt longot nyitott, annak a stoppot már érdemes nullába húzni, követni, kb. Ennyi. Mi van még? OTP, és aztán a dollár forint. OTP egyre visszatért oda a minimális célhoz. Itt van a letörési szint olyan 10.400-10.500 forintnál. Nem meglepő módon ugye a szingapúri alap, ami ugye Csányihoz kötődik, az zsákolta itt az OTP-t. Még függetlenül attól, hogy nekik milyen várakozásuk van az OTP-vel kapcsolatosan, akkor is megtették volna, mert pénzük az van, meg kell támogatni az árfolyamot. Fel is ugrott szépen itt az árfolyamunk. Az elsődleges ellenállást elértük, ugye a következő ellenállás ez a 11.000 forintos szint. Meglátjuk, hogy lesz ebből ez a V-shape recovery, vagy a V alakzatú talpra állás, vagy esetleg valami ilyesmi, vagy esetleg ilyesmi. Alapvetően azt gondolom, hogy túl sok a változó benne. Egyelőre olyan 11.000-nél tovább nem nagyon látnám.
Na és akkor még a dollár forint. Alapvetően a dollár forintról kiindulhatunk abban, hogy ugye a dollár mozgását követi, amit ezt mindig is elmondtam. Hogy itt lehet, hogy hétfőn beszéltünk róla, vagy még múlt hét csütörtökön, most már nem tudom, ugye pirosra jelöltem, hogy van egy nagy napos fordulós gyertyánk, úgyhogy innen teljes mértékben törvényszerű a visszamozgás. A legutolsó emelkedésnek a 38,2-es szintjén járunk, ami egy lehetséges megálló benne. Még esetleg amúgy azt is el tudom képzelni, hogy egy kis korrekció után ide az emelkedő csatornának a felső részéhez, ez olyan 2,65 környékén van, ide is lejöttünk. De ez teljesen normálisan benne lehet a dologban. És innen alapvetően szerintem majd látni fogjuk, hogy innen mondjuk föl újra, vagy amúgy le ide. Jelen pillanatban nálam még továbbra is, tehát nem változott az álláspontom, hogy alapvetően a dollár szerintem egy gyengülő trendben mozog. Egyáltalán nem lepődnék meg azon, hogyha most ez a nagy dollár erősödés van, aminek sokfajta oka van, és sok mindennel lehet magyarázni, hogy ez ilyen szempontból egy átmeneti dollár erősödés és további dollár gyengülés következhetne majd. Minden kiderül majd. Jó, akkor ennyi lenne mára. Azt gondolom, hogy mindent végigbeszéltünk elég alaposan. Megnéztem a kérdéseket is, úgyhogy szerintem mindent terítékre került, hogy ebből lehet gazdálkodni. Jövő héten hétfőn folyt köv, akkor a szokásos időpontban. Addig is mindenkinek nagyon jó kereskedés, és aztán egy jó hétvégét kívánok. Sziasztok!